Már próbál a zenekar. A miskolci szimfonikusok eheti koncertjükre készülnek, s bár próbákat eddig is tartottak, most viszont már élesben csiszolják tudásukat. Csütörtökön este karmester növendékek vizsgahangversenyei játszanak majd. A fiatal zenész tanulók a Művészetek Házában állnak majd a zenekar élére. Jancsi és Juliska nyitány, a bűvös vadász nyitánya, Debussy egy faun délutánja nyitány, zárásként pedig Beethoven 7. szimfóniája. Kivételes, ritkán játszott, komplex tételekkel érkeztek a Zeneművészeti Egyetem karmester hallgatói Miskolcra. A 4 leendő karmester már javában próbál a zenekarral. Tanulmányaik legfontosabb hangversenyére készülnek. Diplomakoncertjük több szempontból is jelentős esemény lesz. Ennyi embert egyben tartani, ennyi emberrel együtt muzsikálni, az egy hatalmas öröm tud lenni mindannyiunk számára, pláne ilyen ínséges időkben, amikor ugye a koronavírus miatt tulajdonképpen jó másfél éve online oktatásra lettünk kényszerítve. A zenekar és a karmester viszont csak egy térben és időben tud igazán működni. Olvassák egymás reakcióit, a nonverbális kommunikáció pedig itt legalább akkora érték, mint maga a tudás, a szóbeli egyeztetés. A korlátozások lazításának köszönhetően újra lehetőség nyílik a közös zenélésre. A Miskolci Szimfonikus Zenekar számára pedig mindig öröm, amikor a következő generációval léphet színpadra. Nekünk is fellépő művészként is szoktak lenni Fischer Anni ösztöndíjasok például, vagy egyéb versenygyőztesek, akiknek fellépési lehetőséget biztosítunk, illetve a karmesterek szempontjából is az, hogy egyfajta folytonosság legyen, és lássuk a trendeket, az, hogy milyenek most szárnyakat bontogató fiatalok, ez szerintem nagyon fontos a zenekarnak is. A Zeneakadémia leendő karmesterei csütörtökön este lépnek a Művészetek Házának színpadára, hogy megmutassák, hogyan muzsikálnak a miskolci szimfonikusokkal közösen. A zenekar idei évadjának programjáról bővebben a pénteki híradónkban hallhatnak.